Lassan itt a Halloween, az októberi hónap legijesztőbb ünnepe. Október 31-e éjszakáján Amerikában előkerülnek a halloweeni jelmezek, a gyermekek bekopogtatnak a házakba, hogy cserébe cukorkát kapjanak. Az ünnepet és az ahhoz fűződő szokásokat az angol száz országokban, elsősorban Amerikában és Angliában éltetik. Hogyan is ünneplik nyugaton, miért is övezi ekkora lelkesedés? Mai vendégünk dr. Apjok Vivien, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi tanársegéde, akivel a halloweeni szokásokról beszélgetünk, de azt is megtudhatjuk, mit jelképez a töklámpás. Tartsanak velünk ezen a hátborzongató adáson. Szia, köszöntelek a stúdióban. Szia. Mesélj nekem kérlek arról, hogy mi is ez a halloween, hogyan ünneplik, hol ünneplik és mi neki a bölcsője? A Halloween-t október 31-én ünneplik, ahol ünneplik. Alapvetően Magyarországon van egy olyan vélekedés, vagy hát szerintem talán a legtöbben azt gondolják, hogy Amerikából származik az ünnep. Valójában európai gyökerű, egy ilyen kelta pogány ünnep a Samhain az eredete, amely eredetileg egyrészt egy arató ünnep volt, másrészt pedig a nyári és a téli napfordulóknak pont a felénél, tehát a két időpont közötti félúton azt gondolták, hogy ekkor, ebben az időpontban a földi és a élet és a túlvilág közötti határ, fal az elvékonyodik és átjárhatóvá válik, és így a szellemek a túlvilágról át tudnak jönni a földre, és gyakorlatilag ennek az ünnepe volt ez a Samhain, ami utána később ugye már a Minden Szentek november 1-je miatt utána ugye a Halloween nevet kapta, de erre majd később esetleg visszatérünk. És az ír kivándorlók vitték magukkal igazából az Egyesült Államokba, és az valóban úgy van, hogy Európába vissza igazából már az amerikai szűrőn vagy kultúrán keresztül került vissza, és terjedt el igazából szélesebb körben világszerte, illetve hát így Magyarországon is. Hihetetlen érdekes, hogy ennyire régre visszanyúl ennek a története. Szerintem a legtöbben nem is gondolnánk, amikor azt mondjuk, hogy Halloween, hogy valójában ez van mögötte. Tehát mondtad, hogy az idők során kapta a Halloween kifejezést, ez mit is takar pontosan? Ugye november 1-e a keresztény kultúrkörben ugye az a halottak napja, ugye All Saints Day vagy All Hallows Day, és ugye ebből kapta azt a nevet a Halloween, ugye, hogy a Minden Szentek napja előtti este, de ma már ugye ez a két ünnep, illetve gyakorlatilag ugye még a Minden Szentek ugye az november 1, és november 2 valójában a halottak napja, és az október 31 Halloween, ez a három nap, ez így valójában így a fejekben azért így összemosódik, összekapcsolódik szorosan. Ugye bizonyos helyeken ez ennek az ünneplése az ugye akár több napos, akár mondjuk ha kérdezted, hogy még ugye hol ünneplik, ugye például ugye Mexikóban, ahol nem kifejezetten Halloween, de mondjuk Halloween-szerű ünnepséget tartanak. Tehát ez a három nap, ez így igazából már most így összekapcsolódik, de az fontos látni, hogy ezek különböző korokban, illetve hogy a pogány és a keresztény, a nem szakrális és a szakrális elemeknek a keveredése látható ebben az ünnepben is. Ahogyan ez a három nap összekapcsolódik, úgy a fejünkben a Halloween szóra a trick or treat is beugrik. Ez mit is takar, mit jelent, hogyan csinálják ezt, ahol trick or treat van? A trick or treatnek hát kétféle fordítását is láttam már a magyarban, ugye ez a csokit vagy csint, illetve a csokit vagy csalunk. Ez nagyon érdekes, hogy manapság főleg már a gyerekekhez kötik ezt. Magyarországon egyébként annyira nem elterjedt ez, de majd erre is visszatérünk, hogy mik azok az elemek, amik ugye Magyarországon mondjuk elterjedtebbek. A trick or treat inkább ismerős lehet nekünk az amerikai filmekből, sorozatokból, amikor a gyerekek este a szomszédságban a feldíszített mindenféle pókhálókkal, meg ijesztő elemekkel díszített házakba ugye bekopogtatnak, és akkor ott elmondják ezt, hogy trick or treat, és akkor a házlakók nagyon megijednek, és ugye adnak nekik inkább csokit, vagy különböző édességeket. Ez oda vezethető vissza, hogy
A 19. század végén próbálták Amerikában, ugye akkor már ugye megjelent ugye a Halloween ünneplése, ezzel a spirituális háttérrel, ugye a szellemek elijesztése, kicsit ugye ilyen ijesztő szimbolikája van az egész ünnepnek, és ezt próbálták volna eltolni inkább egy ilyen családi, baráti, közösségi ünnepé, kivéve belőle ezt a spiritualitást és az ijesztő elemeket, és hát gyakorlatilag ugye eleinte ugye ez azzal járt, hogy akkor összegyűltek az emberek, buliztak, és hát ez így az idők során így vandalizmusba is torkollott, ami ugye azzal járt, hogy a szomszédságban hát különböző, azt mondanánk ugye, hogy ilyen csínyeket hajtottak végre, de hát azért ez egy kicsit komolyabb volt ennél, és igazából a 1920-as, 30-as évekre jött el az a pont, hogy próbálták ezt valahogy konszolidálni, mondjuk ott a város vezetési szinten is, hogy ne úgy nézzen ki, hogy akkor Halloween-kor mindenki bulizik, és gyakorlatilag közrombolás történik. És így próbálták meg ezt a játékos helyettesítést behozni, hogy akkor inkább csokival vegyék meg a békét a helyiek. És igazából ez ugye eredetileg nem a gyerekeknek a bulija volt kezdetben, sem a trick or treat, sem ugye a Halloween bulik önmagában. De az 50-es évekre, amikor ugye beindult a baby boom, rengeteg gyerek született Amerikában, és ugye erre ráépült a fogyasztói ipar is, tehát hogy rájöttek, hogy nyilván gyerekeknek sokkal könnyebb ezeket eladni, a szülők meg fogják nekik venni, beöltöztetik őket, stb. Így igazából így szelídült ez a trick or treat szokás egy ilyen gyerekközpontú és teljesen szolíd, elsősorban csoki és édesség gyűjtögető szomszédsági ünnepségé. Azt már tudjuk, hogy hogyan készülnek rá, mit csinálnak ezen a napon, és említetted, hogy minél ijesztőbbre próbálják feldíszíteni a közeget. Hogy került bele ebbe a töklámpás, és mit is jelképez ez? A töklámpás talán az egyik legkarakteresebb szimbóluma. A Halloween-nak itt előttünk is most van egy. Alapvetően ehhez kapcsolódik egy történet. Ugye a Jack-o'-lantern ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpást. És ugye ehhez az a történet kapcsolódik, hogy volt egy Stingy Jack nevű illető, ugye ennek jelentése az, hogy a fösvény vagy zsugori, aki a történet szerint meghívta az ördögöt egy italra, de hát nyilván mivel fösvény volt, ezért nem szándékozott érte fizetni, rávette az ördögöt, hogy változtassa magát apró pénzé, hogy azzal tudjon fizetni, és végül is hát megtréfálta, vagy átverte az ördögöt, mert elrakta a zsebébe azt fénypénz formájában, és mivel mellette volt egy ezüstérme, nem tudott az ördög visszaváltozni. Ugye a történet még folytatódik, de a lényeg az, hogy olyan paktumot kötött az ördöggel, hogy ha meghal egyszer a Jack, akkor ne kerüljön a pokolra. Na most, amikor meghalt a Jack, valóban nem került a pokolra a paktum értelmében, ugyanakkor a mennyország sem fogadta be, hiszen ugye azért nem éppen olyan életvitelt élt, hogy méltónak találtasson rá, és ugye ezért az ő lelke azóta is bolyong a világban, és hát ehhez a bolyongáshoz adott neki állítólag az ördög ugye egy széndarabot, hogy azzal tudjon világítani, ő azt egy kifaragott, akkor nem tökbe, mert ugye Írországban eredetileg ugye nem tökbe faragtak, hanem különböző zöldségekbe, de gyakorlatilag a fehérrépa vagy tarlórépa volt az, amiben eredetileg faragtak. És ugye Amerikában, az Egyesült Államokban, mivel ugye ott ezeket a tököket, ahogyan most ezt így ismerjük, ezek ott elterjedtek voltak, ezért
ott került bele ez a narancssárga tök a történetbe, és így alakult át gyakorlatilag a fehérrépából. Érdemes rákeresni a neten egyébként ezekre a jack-o'-lanternökre, amikor nem ilyen vidám színű tökből vannak, hanem a fehérrépából, mert ott tényleg elég ijesztő. Ijesztőek tudnak lenni ezek az arcok. Úgyhogy így alakult ez ki, és igazából ugye őt így a történet szerint ugye Jack of the Lanternnek nevezték, és ugye utána ez rövidült le Jack of the Lantern, és hát alapvetően pedig ugye az ijesztő arcok faragása is arra is utalhat, ugye, hogy így próbálják a szellemeket elijeszteni. Faragott tököt már itthon hazánkban is egyre többet látni. Én is szoktam ebben az időszakban kihelyezve a kapukra, a bejárati kapukra kirakva látni, illetve néha így az ablakokban is felvillan. Tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon is terjed ez a hagyomány, vagy mi a helyzet itt hazánkban a Halloween-nál kapcsolatban? Ugye itt Magyarországon ugye az elmúlt 20-25 évben, vagy 15-20 évben jelent meg a Halloween. Erre vonatkozóan egyébként még egy szisztematikus kutatás nincsen, de az látható, hogy több fórumon is bekerülhetett hozzánk ez az ünnep. Az egyik az valószínűleg a globalizáció, illetve nyilván a fogyasztói kultúrán keresztül. Amerikai filmekben, sorozatokban ugye ezekkel találkozhatunk, illetve még akár a nyelvkönyvekben, tehát hogy amikor ugye angolul tanulnak a középiskolások vagy általános iskolások, ugye ott ezekkel az ünnepekkel is megismerkednek, tehát hogy ezek mind-mind gyakorolhattak befolyást arra, hogy Magyarországon is megjelent. Az fontos, hogy Magyarországon elsősorban ugye intézményekhez kötődik, tehát hogy nagyon ritka az, talán kertvárosokban fordul elő inkább, én is tudok több ilyen történetet, ahol megszervezték mondjuk a trick or treat-et, tehát hogy ahol összefogtak a szomszédok, és akkor a gyerekek ugye körbejárták. Nyilván ahhoz az kell, mert az oké, hogy a gyerek elindul egy kosárkával, de ahhoz az kell, hogy legyen ugye a házban, aki tudja, hogy ez miről szól, készüljön. Tehát hogy ott ez külön szervezést igényel, de ez is előfordul ritkábban. Az látható, hogy már egyre több iskolában rendeznek mondjuk Halloween bulit, az egyetemeken, vagy akár szórakozó helyeken látható, hogy szerveznek Magyarországon is Halloween-t, illetve hát ugye az egyik első ilyen nagyobb ívű kezdeményezés az a Budapesti Töklámpás Fesztivál volt, ahol egyébként ugye a gyermekétkeztetési alapítvány számára is gyűjtenek adományokat, és ez egyébként nagyon érdekesen rímel és a trick or treat-hez is kötődik, hogy ugye az adakozás, a szegények etetése, megsegítése az egyébként hagyományosan része volt a halloween-i szokás körnek. Tehát, hogy érdekes, hogy ez a átkötés, ez megmaradt. Valószínűleg tudatosan, ahogy a honlapjukat így olvastam. Végezetül mondanál-e pár, vagyis inkább talán a te személyes kedvenc halloween-i legendádat megosztanád-e velünk? Utána néztem és olvastam pár ilyet. Nekem a Jack-o'-lantern egyébként nagyon, nagyon tetszett, ugye ez is egy olyan történet, ami ilyen klasszikusan halloween-i. Amit érdekesnek találtam, és hogyha lehet, akkor nem egyet emelnék, hanem inkább egy picit általánosságban beszélnék arról, hogy miért érdekes, és mondjuk például kulturális antropológiai szempontból egyáltalán miért érdekes a Halloween, meg ezek a halloween-i történetek, mert ezeknek a történeteknek, amiknek nyilván a boszorkányok, vámpírok, zombik, szellemek, kísértetek, olyan szereplők, olyan történeteket mesélnek általában ilyenkor, még hogyha teljesen kortárs történetek, mondjuk az, hogy a Fehérháznak a szellemei például azok így honnan származnak, vagy azok hogyan kísértik a fehér házat, tehát ilyen sztorik is vannak, nem csak ilyen nem tudom, régebbi időkre visszanyúló történetek, hogy igazából a Halloween az a halállal való kapcsolattal szembesíti az embert. Tehát, hogy ebben nem feltétlenül gondolunk bele, de nyilván az egész ünnep az igazából, ha külsőségeket nézzük, akkor ugye itt a szellemek, meg a különböző ijesztő dolgok állítja középpontba. Mindeközben egyébként ezek a történetek és ezeknek a főszereplői is, és a Jack-o'-lantern történet is igazából
a halállal való szembenézés nehézségét, az ezzel való megküzdést állítja középpontba, tehát hogy igazából egy picit átkeretezi a halálhoz való viszonyt is. Tehát hogyha mondjuk megnézzük mondjuk Mexikóban, hogy hogyan ünneplik a halottak napját, akkor ugye ott is hisznek abban, hogy az átjárás a két világ között az lehetővé válik ezen a napon, de ők ezt ünneplik, üdvözlik, ők a szellemeket megvendégelik különböző étellel, itallal, ugye együtt mulatnak, buliznak velük. Tehát, hogy ezeknek a történeteknek is azon túl, hogy az ijesztés egyrészt a lényege, meg ugye ilyen spooky seasonnek is hívjuk ezt az időszakot, tehát hogy azért ugye szellemekkel teli, meg egy picit ugye egy megborzongjunk, de alapvetően azért nagyon sokat elárulnak a halálhoz való viszonyról, illetve képesek ezt egy másik kontextusba helyezni számunkra. Ebből a szempontból pedig nagyon is fontos az, hogy egy kicsit ebbe is beletekintsünk, hiszen mi is tanulhatunk belőle, és nagyon fontos értékeket tudunk ebből átvenni. Én idén már biztosan fogok töklempást faragni. Nagyon szépen köszönöm ezt az értékes beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél ma a stúdiónkba. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinktől pedig most búcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmüket, és nézzék továbbra is az Egyetem TV adásait. Viszontlátásra!